A Véderdőből kiszűrődő dallamos hárfa muzsika várt a pénteken a járókelőket és az erdő látogatóit a Séta című pantomim előadásra. Ez egy írkelt a hárfa, és az eredeti koncepciónk az volt, hogy egy Szent Ivánéi álmos kis jelenetet prezentálunk ide, amit nagyon adja a környezet, ezt a hangulatvilágot. Ugye volt egy párunk, egy férfi, egy nő találkozása, volt egy kismanunk, aki segített nekik összejönni, és akkor ehhez hangulatfestésnek használtuk ezt a hangszert. A hívi szívében elhelyezkedő Véderdő ugyanis a zöld helyszíne, emblematikus háttere a koncerteket, színházi előadásokat és pantomim performanszokat is bemutató Erdei Misztérium elnevezésű programsorozatnak. A lényege az, hogy bemutassuk a természet, az ember és a fenntartatóságnak, a kultúrának a kapcsolatát. És egy tökéletes helyszín Hévízen a Véderdő, hiszen a Véderdő az, ami valójában védi a Héviz kincsét, a tavat. A rendhagyó programfolyam előadásai épp a környezet megóvása érdekében színpad, hangosítás és áramhasználata nélkül segítik elő az ember és a környezet kapcsolatának elmélyülését. Az, hogy a Véderdőben egyszerre sok ember ne gyűjjön össze, ne egyáltalán célez. A színházi adások alkalmával is maximum 60-80 ember, akinek helyszínt tudunk biztosítani. Tehát mindenképpen a legfontosabb az erdőnek a védelme, és az erdőnek egy teljesen más típusú bemutatása, mint ahogy korábban gondolták. A naponta több ízben látható egyedülálló előadások pénteken a Véderdőt a sörsétánnyal is összekötötték. A forgatagban szótlanul sétáló, korhű ruhákba öltözött művészek gyakran vonták magukra a kézműves kirakodó vásárlátogatóinak figyelmét. Az én koncepcióm, ha lehet ilyet mondani, derűt sugározni, nem agresszívan, nem tolakodóan, hanem egyszerűen csak létezni emberek között, és egy pici mosolyt, derűt csalni az emberek arcára. A környezetünk kincseit is bemutató természetközeli előadásokról, koncertekről részletes tájékoztatást a hivis.hu oldalról kaphatnak az érdeklődők.